az a szép, az a szép, akinek a szeme kék, akinek a szeme fekete. A Bonyhádi Gondozási Központ nappali klubjában jókedvűen telnek az órák. A központ számos szépkorú ember ellátásáról gondoskodik, nem csak a bentlakásos idősek napi szintű ellátását biztosítják, hanem azoknak a gondozását is, akik az otthonukban szorulnak segítségre. A koronavírus járvány negyedik hulláma azonban újra megszorítások elé állítja a szociális intézményeket. A Nemzeti Népegészségügyi Központ határozata értelmében azokban az idős otthonokban, ahol nem történt meg a háromszori oltakozás, kijárási, illetve látogatási tilalmat rendeltek el. Nálunk maradnak a fokozott szabályok betartása melletti látogatási lehetőség, ami azt jelenti, hogy 15 percet azért azt meghaladóan ne tartózkodjanak bent a hozzátartozójuknál, illetőleg a higiénés szabályok megfelelő figyelembevételével beléphetnek az intézménybe. Hasonló elvek szerint működik a nappali ellátás rendje, illetőleg a házi segítségnyújtás rendje is, miszerint tehát az intézményünk továbbra is nyitva tart, jöhetnek az idősek a nappali ellátásba, a gondozónők támogatják továbbra is az időseiket az otthonukban, a megfelelő higiénés szabályok betartása mellett, tehát itt is fertőtlenítés, maszkviselés használata kötelező, illetőleg a mindennapi hőmérsékletmérés. November 12-én ünnepeljük a szociális munkanapját. A jeles nap jó alkalmat szolgáltat arra, hogy felhívja a figyelmet azokra, akik az elesettekért dolgoznak. Ezt a napot Bonyhád városa és a gondozási központ egy nagyszabású rendezvény keretein belül ünnepli meg. A hivatalban mindenki névre szóló meghívót kapott erre a rendezvényre, ahol elsőként kerül kihirdetésre Molnár Józsefné által elnevezett díj, és egy nagyon szép ünnepélyes keretek között megrendezett rendezvény vár bennünket. A fenntartóval közösen megbeszéltük, hogy nagyon jó lenne egy ilyen szociális díj, hiszen nagyon sokat teszünk a városért, és ez egy nagyon-nagyon jó visszacsatolás a szakmánknak, ahol elismerik a munkánkat. Egy olyan név merült föl, akiről elnevezték ezt a díjat, aki nagyon nagy becsben van az intézményünkben, hiszen Molnár Józsefné Erzsi néni hosszú évekig az idősek otthona vezetője volt. Ezáltal nagyon nagy megtiszteltetés, hogy ezt a fenntartónk elfogadta a mi javaslatunkra az ő általa történő elnevezést. És nagyon jó érzés mindannyiunk számára, a 60 fő dolgozónk számára, hogy ilyennek részesei lehetünk. A díjat a szociális munka napján egy ünnepség keretein belül adják majd át.